két fantasztikus ember a stúdióban, Dobó Enikő és Miller Zoltán, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásokat. Operettről fogunk beszélni, de még előtte, mert ugye az előző percben ugye sportról volt szó, és Emilia felvetette, hogy tényleg neked valamilyen különleges új sport a szerelmed? Igen, beleszerettem a boxba. Boxba? Hogyan lehet egy csinos hölgynek mondjuk a boxba beleszeretnie? Hát azt tudni kell, hogy édesapám súlyemelő volt, Európa csúcstartó. És ezért te boxoló lettél. Hát igen, igen. Így a családunkban benne van ez a sportolói véna is ezért. És hol tartasz most ebben a folyamatban? Már elég sok edzésen vagyok túl, és azt is érdemes tudni, hogy férfi edzésre járok, nem női boxra. Hát a McGregorral fogsz most játszani, nem? Hát ezt igen. Nem akartam mondani, de hát ez van. De ez nem függ össze a cirkusz hercegnővel? Ki meg tudja? Ezzel hát én nagyon remélem. Tudja. Én vagyok a partner, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem. De érdekel, lehet, hogy keményebb az óta? Azért beszoktam ijeszteni egyszer-kétszer korrepetíciókon, ugye? Abszolút. Korrepetíción, amúgy is meg vagyok ijeszteni. Több komolyságot, fiatalok. Tehát a cirkusz hercegnőről kellene akkor most beszélnünk a következő percekben. Mit kell tudnunk erről a bájos operettről? Ez egy nagyon szép operett. Kálmán Imre egyik gyönyörű operettjéről van szó. Igazából nekem talán most már ez a kedvencem a Csártás királynő és a Marica grófnő után. Mert mostanában sokat hallgozom ilyen. Cirkuszi történetről van szó, cirkusz világába varázsolnak el minket. Én Fedóra vagyok a címszereplő, aki Párizsból visszaérkezik Szentpétervárra, és beleszeret Mr. X-be, aki pedig a cirkuszban egy artista. És ugye jön az intrikus rész, aki majd a későbbiekben Mr. X egy picit átveri ezt a nőt, akibe szintén beleszeret. Igen. Nem szép. Igen, és egy herceg képében csábítja. Csábítja, de a vége persze. Hogy lett ilyen szerepel azon a Sóni Zoli? Nagyon könnyen ment. Nem, hát itt azért az, annyiban finomítanám a történetet, hogy ezt gyakorlatilag kényszerűségből teszi ő, vagyis hogy nem jut el addig a stádiumig, amikor ő fedhetné fel ezt a fajta, hát mondjuk azt, hogy cselszövést, vagy intrikát, vagy bárminek mondhatjuk, hanem ugye előtte ez már kiderül. Tehát igazából ez egy jó ember, ezért is osztották rám. Tehát ugye ez nagyon fontos volt, hogy nem az énekes és színészi kvalitások voltak az elsődleges szempontok, hanem hogy jó embernek kell lenni, szerethetőnek, és így választottak ki engem több ezer jelentkező között. Várj, ez nem igaz. Tehát, hogy... Hát gondolom, a casting direktornak nem is kellett gondolkozni, mert hát, kapásba jó, tudta, a gyerekek igen. Csak a Miller Zoli lehet szállításba. Így van, őt Japánból hozták, mert őnek fogalma nem volt ugye a hazai kínálatról, és azonnal engem választott. Na, de nem csak titeket választottak, hanem kutyák, meg artisták is lesznek a színpadon. Tehát igazi cirkuszi feeling? Igen, mert ez egy koprodukció a fővárosi nagy cirkusszal, és ezért szerencsére láthatóak lesznek különböző számok. Ugye? Bizony komoly artista mutatványok is lesznek, állatprodukció is lesz, mi is leszünk. Ott a háttérben ilyen kis háttérzenek. Ez egy jó könnyebbség, vagy nehézség, vagy ez az a két műfaj? Volna? Hát ez a két hát, műfaj, hogy csiszolódik össze? Hát nézd, azért ugye ez egy cirkuszban játszódik gyakorlatilag. Tehát, ugye eddig ezt fel is fogtuk mi egyébként. Tehát, hogy... Úgy a cirkusz hercegnő címből. Azért mondom, hogy mi fel is fogtuk ezt. És gondolta Szabó Máté rendező, aha, hogy ha már van ott egy hatalmas nagy színpad, van erre lehetőség, akkor miért ne lehetne ezt a kellemeset összekötni a hasznossal, és nem csak úgy mutatni a cirkuszt, hogy amikor jönne a cirkusz, akkor a forgó befordítja a színpadot, és a néző elképzeli, hogy mi történik, hanem vannak valódi produkciók. Pont azt kérdeztem volna az előbb, hogy ehhez a darabhoz túl az éneklésen és a fantasztikus színészi kvalitásokon kívül kellett bármi olyan újat megtanulnotok, ami a cirkusz világához kapcsolódik? Nekem sajnos nem, mert én szívesen megtanultam volna, ugye Fedóra egy hercegnő is Párizsból jön a cirkuszba, mint látogató. És az Zoli neked? Nekünk az Artúrral van két trükk is van, de hát igazából ezek ilyen minimál trükkök. Tehát, hogy azért ahhoz, hogy egy valódi trükköt be lehessen tanulni, az legalább fél év. Annak, aki már csinálja. Tehát, aki már több tíz éve foglalkozik ezzel. Úgyhogy gyakorlatilag maradunk megint csak a színház nagy mintájánál, úgyhogy olyanok leszünk, mint ha.
ezeket megtennék, de hát ez majd derüljön ki ott, ott az előadáson, hogy ott mit vannak ilyen kis pici dolgok. Miközben mindenki éppen az aktuális darabban játszott szerepét kedveli a legjobban. Ez nem igaz, mindig a másikét akarod játszani. Igen? Tehát mindig a másikét. Én Fedora szeretnék lenni. Igen, ezért is jöttem én korábban. De nem, pont azt kérdeztem volna, hogy mondjuk a 2018-as évadban ez egy nagyon emblematikus, nagyon emlékezetes évváló szerepetek lesz, vagy mondhatni azt, hogy tényleg ez most minden idők legjobb szereposztásai, szerepálma. Nekem biztosan. Én azért elég fiatal vagyok még ezekhez, ehhez a szerepkörhöz, tehát egy nagy mérföldkő az életemben. Főleg, hogy egy évadban játszhattam el a Csárdás királynőt, és majd játszhatom el ezt a cirkuszhercegnőt is. Én szívesen megnézném. Jó, most mondom, hogy mikor, hol lesz. Igen, ilyenkor szoktál becsatlakozni, július 20, és ugye péntek 21. Érdekelne. A kettő mehet mondjuk 70-ért? Hadd mondjam már el, mikor van. Megbeszéljük. Július 20-21 szombat, Margit-szigeti szabadtéri színpad. Régóta próbáljátok egyébként? Hát gyakorlatilag mi elég régóta próbáljuk, mert hogy ugye április közepén kezdtük, és június elején befejeztük. Mert hogy az a furcsa anomália áll fent, hogy gyakorlatilag nem mutattuk be a Miskolci Nemzetiben, hanem csináltunk belőle egy fő próbahetet, ott elbúcsúztunk egymástól, és utána jött egy másfél hónapos szünet, amikor majd az utolsó héten. Hát ez egy eléggé kemény dolog, ezért is van az, hogy mi azóta is gyakorlatilag egy hét kihagyással heti kétszer énekeljük ezt el azon a bizonyos korrepetíción. Uh-huh. Szekeres Laci barátunkkal együtt, aki segít ebben, hogy ez az embernek a torkában maradjon. Abszolút. Tehát, hogy ez és azért nagyon fontos. És pont két hete itt vendégünk volt Szinetár Miklós egy operával kapcsolatosan, és ők is azt hiszem pont a Margit-szigeten fognak fellépni, és ugye ő is említette, hogy ez egészen más teljesítményt kíván meg sokszor az énekesektől, a színészektől. Az, hogyha szabad téren játszanak, énekelnek, mint egy kőszínházból, más az akusztika, máshogy nézel a közönségre. De hát ezeket hadd ne én mondjam el, hiszen mégiscsak egy műsorvezető vagyok. Nektek köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Figyelj, ma nem voltál semmi. De így jó volt, mert te sem mondtad el, és így mi sem mondtuk el. Hogy... De majd mindenki visszanézheti az atv.hu. Nem akarsz még operettet énekelni, így a plánk után? Így zárásképp, mutassatok már neki, és akkor ezt így kerek. Na, most, mert ő azt hiszi, hogy nem játszottam operettben. És a válaszom, hogy hiszi. De. Igen? 1994-ben a Sibyl Nagyher... Nagy herceg. Én is azt játszottam, de akkor stím kollégák vagyunk, várjál! Nem én voltam a nagy herceg. Nem, az a Szalma Tamás volt, képzeld el. Igen. A Tomi volt, Massányi Viktor, ez a kettő szereposztással ment a darab, és én ott a kadétja voltam ugye a nagy hercegnek. Tehát énekeltem is, meg prózai. De ez egy hangos szerep volt, vagy csak értem? Most mondom, a volt prózai szerepem is. És a saját hangodon, vagy tátogtál is valaki? Nem. A saját hangomon énekeltem. Na, erről dokumentumot mondtam, kérünk majd. Lehet, a Pécsi Nemzeti Színházban lehet, abszolút. Akkor egy kis bevágást. Tündériek voltatok, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, mi is. Szép napot mindenkinek. Egész jól nézek egyébként.